A Fúrúja évszázadai című előadással folytatódott a Szent István Művelődési Házban a Székesfehérvári Ars Musica Zenebarátok Egyesületének programsorozata. Az est vendége a Fiori Musicali Fúrúja együttes és Szebik Ildikó Fúrúja művész volt. A Fúrúját a legtöbben azért a népzenéhez kapcsoljuk, vagy a gyerekek, ahogy elkezdenek tanulni, főleg fúvós hangszereket, vagy az iskolában találkoznak a Fúrújával, de hogy ennek a Fúrújának egy több ezer éves története van, és egy klasszikus repertoárja, különösen a barokk nagyon gazdag Fúrúja művekben. Ezt szeretnénk bemutatni, és hát nem is lehetne avatottabb kalauzunk ebben a dologban, mint Lee Zsuzsanna Fúrúja művész, aki nem csak a hangszer történetéről, de magának a hangszer irodalmának a történetéről is sokat el fog nekünk mondani a mai estén. A zenebarát érdeklődők a fiatal zenészekből 2018-ban újjáalakult együttes tagjainak kalauzolásával és az elhangzó művek segítségével megismerhették a Fúrúja középkortól napjainkig tartó történetét. Joggal merülhet fel esetleg a kérdés, hogy mit tudunk mutatni ezzel a hangszerrel, amit ugyan mindenki ismer, de talán nem egy komoly hangszerként van elkönyvelve. Most ezen az esten ezt szeretnénk bemutatni. A Fúrúja több száz éves történelmét, milyen korokban használták, mit játszottak rajta, és hogy mi mit szeretünk nagyon ebben a hangszerben, olyannyira, hogy az egész életünket ennek a hangszernek a művelésére tettük fel. A színes változatos műsorban kiderült a magyarság zenei kultúrájának régi hagyományos szólóhangszere, a Fúrúja dallamai, ahogy az évszázadok során mindig, ma is hódítanak.